Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt ismét a Lotters Club, én Lotters Krisztián vagyok. A helyszínünk pedig most is, mint mindig, megszokott módon a Klub 76, a 18. kerület, Sallai út 35 szám alatt található, egy nagyon kedves kis karaoke, diszkó és élő koncertet adó klub, ide várnak mindenkit nagy szeretettel az év minden napján, illetve legfőképpen hétvégén. No, mi pedig elkezdjük műsorunkat, ahogy természetesen megszoktuk, egy sztárvendégemmel fogunk beszélgetni, hiszen a Lotters Club egy ismert embert mutat be, kicsit mélyebben, kötetlenebbül beszélgetünk, illetve beszélgetek velük. A mai vendégem Kovács Kati. Köszöntelek nagy szeretettel. Szervusz, én is mindenkit sok szeretettel köszöntök, és egy picit megnyugodtam. No. Végre valaki gyorsabban beszél, mint én, és egy kicsit hadar. Igen. És ez az örök problémám, amióta én itt ezen a pályán vagyok, hogy ne hadarj, próbálj lassan beszélni. Mondtam, az a szerencse, hogy erre a pályára hozott a sorsom, mert az éneklésben megvannak a szép kis metrumok, a ritmusok, és ott kénytelen vagyok lassan kimérteni és nyugodtan viselkedni. Igen, én mindig figyeltem erre, és a lényeg az, hogy nekem nagy példaképpen volt a műsorunkban ugye a Geszti Péter, aki szintén egy hadaró emberke, viszont a lényeg az, hogy érthető legyen, amit mondjuk, lendületes, de mégis azért érthető. Egyébként ott tartottunk, hogy nagy megtiszteltetés, hogy elfogadtad a meghívásunkat, illetve a meghívásomat. Azt tudnod kell, hogy ebben a műsorban általában azokat hívom meg, akit hát személy szerint ismerek, vagy valamilyen szinten kötődök hozzá, és szeretném megismerni, ezáltal ugye a nézők is beleláthatnak a kis életükbe, vagy az életedbe. Hát az első közös pontunk megvolt, amikor arról beszélgettünk, hogy hova mész, mit csinálsz, mi a hobbit, mondtam, hogy én teniszezem, és azt mondta a Krisztián, hogy én is teniszezem, úgyhogy már egyszer összemérjük az erőinket. Igen, de ennél nekünk van ám sokkal, de sokkal gyökeres ismerettségünk is. Gyökeresebb, arra gondolsz, hogy édesapáddal dolgoztunk együtt. Így van, igen. Én a te neved először ott hallottam, illetve nála hallottam, amikor mondta, hogy gyakorlatilag ti jó régóta, sokkal régebben, mint hogy én megszülettem. Igen? Vezethető vissza. Ez viszont nekem is újdonság. Azt mondja, hány éves vagy? 20. Ja igen, mert 20 éves vagyok. Igen. Igen. Ez jó. Igen. Persze dolgoztunk együtt még a pályánk elején, és aztán ő kikerült külföldre. Aztán a későbbiek folyamán tanácsot kértem tőle, hogy egy bizonyos dalt hogy lehet elénekelni, és nagyon segítőkész volt. Úgyhogy csak abban reménykedem, hogy majd azért ismételten egyszer így összeülünk. Az apukád a Csaba, a fiad a Márk, te, a feleségedet nem ismerjük, de lehet, hogy ő is zenész. Ő inkább házi asszony, inkább vissza. Tudod, visszahúzom. Milyen nehéz? Az is egy szakma, igen. Azt szoktam mondani, hogy igazság szerint ugyanolyan érzék kell a főzéshez egy családot vezetni, magyarul egy komoly logisztikát igényel, hogy hogy lehet egy családot egyengetni, hogy a gyereknek reggel legyen, kora reggel legyen ruhája, hogy fölvegye a mínusz 16 fokban a sapkát, nem mindig sikerül fölvenni a gyereknek, fölvetetni velük. Úgyhogy szülőnek lenni egyáltalán nem könnyű dolog, bár én nem vagyok saját jogon nem vagyok szülő, de nagyon sok gyerek nőtt fel velem, illetve sok gyerekkel bajlódtam, vagy bajlódtak ők velem. És a téli, tavaszi, nyári szünetekben folyamatosan voltak velem gyerekek, a bátyám gyerekei, a húgom gyerekei, úgyhogy gyakorló szülő vagyok, és tudom, hogy sokszor szép szóval egy gyereket rábeszélni valamire nem lehet, trükkel rá lehet venni. Akkor fogsz játszani a telefonoddal, vagy a számítógéppel, vagy a itt tudom, Xboxoddal, vagy milyen, bocsánat, a butaságot mondok, ha fölveszed a sapkát mínusz 8 fokban. Így van, igen. Meg kell őket csarolni. Kovács Kati, énekes, színésznő, fellépő művész. Szövegíró. Szövegíró, ne hagyjuk ki, mert valaki azt mondta valamelyik nap. Tényleg? Nyíregyházán voltunk, ahol szép zsúfolt teltház előtt énekeltem egyes egyedül. Volt 400-500 ember, és mondták, hogy milyen jó, hogy eljöttünk, mert ezt soha nem tudtuk magáról, hogy szövegíró, mert a műsorban elhangzott legalább egy olyan 5-6 vagy 8 dalom, és mondták, tényleg ezt is maga írta, a Vangelis dalt, a Hol vagy Józsi, de tulajdonképpen azt szoktam mondani, hogy sokkal tehetségesebb szövegírók vannak, de ezek azért sikeres dalok, amikre én szöveget írtam, és főként külföldi zenékre írok szöveget, írtam szöveget, mert szerettem volna elénekelni, de miután magyar közönségnek énekelek, arra gondoltam, hogy könnyebb, hogyha magyarul éneklem. Tehát például a Vangelis is akkor ugye ez egy ismert filmnek a betétdala, illetve hát gyakorlatilag én nagyon sokáig például szignálként használtam egy diszkó bevezetővé. Kettő dal van. A Conquest of Paradise. És gyakorlatilag neked is akkor innen jött az ötlet, ugye ez egy instrumentális dal, és arra írtál egy szöveget ezek szerint. Igen. Már az első dal a Tűzszekerek című filmnek a zenéjére is írtam szöveget, az csak úgy magánszorgalomból. A második dalra a Paradicsom meghódítása, vagy 1492. Igen,
arra azért írtam szöveget, mert a rajongó táborom állandóan számon kérte tőlem, hogy miért nem énekled ezt a Vangelis dalt is. És mondtam, mert nincs szövege, írjál rá. Uh-huh. És aztán megírtam a szöveget, és sajnáltam kihagyni belőle részleteket, ami annyit jelent, hogy elejétől végig énekelni kell, ami csöppet sem könnyű, mert a szöveg változó, és nagyon kell koncentrálni. De elénekeltem, és furcsa módon pont itt ebben a kerületben énekeltem először színpadon. Annyira el akartam énekelni, hogy még nem is volt zenei alapom, hanem az eredeti zenei alapot használtam, és úgy énekeltem rá. A zongoristám legnagyobb bánatára mondta, ilyet nem lehet, hogy a Vangelis zenéjére te csak úgy ráénekelsz. De annyira természetesnek tűnt a dolog, hogy kiküldtem mind a két dalt Vangelisnek, hallgassa meg, és azt mondta, hogy az első szöveges változata ennek a zeneműnek a világon, erre még soha nem készült akkoriban, senki nem írt rá szöveget. Egy-két latin kifejezés volt, cum deo, Istennel, stb. De ez a története, minden szövegemnek van egy-egy története, de hál' Istennek azért vannak profi szövegírók, akikkel dolgoztam az életem folyamán, de nem túl sokkal. Szóval hűséges vagyok. Angyalföldi TV vagyunk, TV 13, és hát szeretnélek megkérni egy mondat erejéig valamilyen kerületi kötődésre. Ugye mondtad, ezt itt énekelted először, de valószínűleg a 18. kerületre gondoltál a forgatási helyszínekre. Ebből kötnék, hogy esetleg a 13. kerülettel kapcsolatban tudsz nekünk valami élményt, emléket elmesélni. Hát hogyne? Hogyne, ha mondtad volna. Akkor azok, akik ott laknak, pontosan tudják, hogy a József Attila színház mellett hol van a majomház. A majomház azért majomház, mert a díszítő elemek majmokat ábrázolnak a ház különböző oldalain, ha jól tudom, és ott laktam egy éven keresztül. Csak ennyire komoly a kötődésem az Angyalföldhöz. Uh-huh. És milyen érdekes, hogy ez a pályám elején volt, és éjszakánként ugye villamossal mentem haza, és soha semmiféle bántódás nem ért, mindenki segítőkész volt, hazafelé művésznő, mit segítsek, hogy van. Szóval nagyon kevés utas volt egyébként régen éjszakánként. Na most ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor én ott laktam, az 1968 körül volt, nagyon régen, akkor még sokan nem éltek a nézők közül. Én már annyira régen énekelek, és komoly kötődésem ez az Angyalföldhöz. És akkor még azért más volt az a környék. Más volt a Váci út, más volt a környék, uh-huh. Szóval most, ha időben visszamehetnék, akkor megdöbbennék, hogy mennyire külterületnek számított régen, ezelőtt igen. Sok-sok évvel, és most már mennyire kiépült, úgyhogy nagyon sokat változott és szépült. Szeretsz egyébként nosztalgiázni? Tehát milyen emlékeid vannak így a múltra visszatekintve? Nem szoktam nosztalgiázni. Nem. Most, hogy említetted, természetesen eszembe jut, de uh-huh. úgy nem vagyok igazság szerint ennek a híve. Inkább előre. Azt szoktam mondani, hogy a kollégáim közül sokan, akik pályatársaim, sokan megmaradtak a régi daloknál, régi stílusoknál, nem próbáltak meg újítani, egy-ketten talán, akik új dalokat énekelnek, vagy írnak, vagy előadnak. És lehet, hogy bennem van a, idézőjelben mondom, a hiba, de szeretek változtatni, szeretem a rögtönzéseket, a szabadságot. Még azokat a dalokat is, amelyeket régen énekeltem, próbálom egy picit megváltoztatni, mert ahogy változik az idő, újabb hangszerek jönnek. Szóval annak idején, tehát amikor... te is akkor remixelt, tetsz, vagy szoktál így feldolgoztatni dalokat? Feldolgozzuk, igen. Vagy a színpadon másképp éneklem egy kicsit. Úgy értve, hogy más tempója van. Igen, hát akkoriban nem volt ilyen változatos a hangszerpark. Gitár, zongora, bőgődob, klasszikus felállást említeném. A zongora egy nagyon nehéz hangszer, aki zongorán tud, gyakorlatilag mindent tud. Most, bocsánat, egy kis kitérőt teszek, de a Márk fiad, ugye, aki zongorázni tud, gyakorlatilag a dobhoz is ugyanúgy fog érteni, mert a zongorista az dobolni is tud, hiszen hozza a ritmust mindig. De sajnos, bocsánat, visszafele ez már nem megy. Én dobos vagyok egyébként, zongorázni kevésbé sajnos. Azt mondod? Hát de mégis azt... Hallásilag, tehát hallásból bármit lejátszok, de sajnos ez a kotta, amit említettél, én nem vagyok egy nagy kotta olvasó. De egy dobos azért mégis a lelke egy bandának. Akárhogy is szépítjük, egy központ a színpadon is középen foglal helyet a dobos, és azért azt is mondhatnám, hogy ceremónia mester, showman. Igen. Showman, szóval egy dobos, az egy rockbandán belül azért irányító középpályás. Majdnem olyan fontos, mint mondjuk a Messi. Bár én azért hagytam ott pontosan, mert hátul voltam. És azt mondtam, hogy ez annyira nem jó, és akkor jött ugye a diszkózás. Pedig ha nézőként leülsz, akkor a dobos mindig középen foglal helyet, és valójában irányít. Mert a néző mindig szemben van
szembenéz a dobossal. Igen, és mondtam, hogy gyerekeket nélkülem itt nem menne a zenekar, tehát hiába. Jól mondtad. Vagytok. No, kitérő, tehát visszatérve arra, hogy akkor feldolgozod, illetve feldolgoztatod a... Na egyébként ezzel kapcsolatban akartam mondani valamit, hogy én szívesen feldolgoznék egyébként egy Kovács Kati dalt. Mit is hallottam most? Valamelyik... Ja, nem én hallottam, a testvérem hallotta éjszaka, ha nem leszek a Játék szeret című fesztivál dalomat, valamelyik zenekar feldolgozta. És ő a Csík zenekarra gondol, de nem ők voltak, úgyhogy nem tudom, azóta is itt a kérdőjel a fejemben, hogy vajon melyik zenekar ilyen kicsit népiesre dolgozták. Igen, át. Van most egy ilyen divat, hogy nagyon régi bármit dalokat át is. Lehet dolgozni, bármit. És bármilyen stílusra. Egyébként hogy veszed az ilyen külső feldolgozásokat, amiket ugye most interneten bármilyen egy kattintással el lehet érni? Hogy érted a kérdést? Gyakorlatilag, hogy téged zavar-e, hogyha valaki mondjuk feldolgoz egy attól függ, nyilván van egy kötelező idézőjelben mondom ezt is, hogy ilyen zenei tisztelet. Tehát bizonyos dalokat nem lehet annyira átdolgozni, mert akkor megváltozik a dal. Igen. Tehát vannak erre példák a Mick Jaggernek a Honky Tonk Woman stb. Dalát, amikor egy újabb banda dolgozta át, akkor gyakorlatilag annyira új arrangement, új hangszerelést kapott, hogy a dal nem, hogy elveszett volna, kicsit jobb is lett. Igen, vannak igen. Szerencsés átdolgozások, és vannak nem annyira szerencsések, de igen. Hát... Kati, hogy kerültél kapcsolatba a filmezéssel? Épp a napokban néztem a Magyar Televízión egy multidéző műsort, ahol foglalkoznak régi filmekkel, és felidézik ezeket. Gyakorlatilag nekem nagyon sokáig ugye úgy voltál, és gondolom sok nézőnek, esetleg a fiatalabb nézők nem tudhatják, hogy te elég hamar a filmezéssel kapcsolatba kerültél. Hogy jött ez az éneklés mellett? Tehát, hogy ugye volt a Táncdalfesztivál, egy picit azért segíts, mert valószínűleg vannak fiatalabb nézők. Persze. Hogy a kronológiában, tehát neked volt a Táncdalfesztivál, ami meghozta az első hatalmas sikert, 1900... És most 66. Kérek. 66? Nem, akartam mondani. 66. Ennél bonyolultabb volt a dolog, mert volt egy tehetségkutató versenysorozat a televízióban, az volt a cím, hogy Ki mit tud. És én a Ki mit tudom tűntem fel, ott nyertem egy Ki mit tudot, és meglátott valaki a televízió képernyőjén, Gyulai Gál János, és azt mondta, hogy hadd énekelj el az első Magyar Tánzó Fesztiválon, ez a lány az én dalomat. Ezt a dalt elénekeltem, ott valaki meglátott a Tánzó Fesztiválon. Ez volt, egy melyik, filmrendező. Bocsánat, mi volt a címe? Nem leszek a Játék szeret nem volt leszek. Ez volt az első fesztivál. Nagy slágered. Első Magyar Tánzó Fesztivál győztes dala. És azóta is, bocsánat, azóta is halljuk, és azóta is igen. Hatalmas láger. Igen, ez tulajdonképpen azért állta ki az idő próbáját, mert nem hasonlított az akkori stílusokhoz.